hölgyeim és uraim, ennek egyébként kifejezetten örülnek a csapattagjai. Ha már Azerbajdzsán fiatal államgyökerei évszázadokra nyúlnak vissza, jól érzékelhető ez kultúrájában és művészetében is, nyilván hatással lesz rá a dalfesztivál is. Most magyarok próbálnak hatással lenni, nem csak rájuk, hanem mindenkire. Jön a Kompakt Diszkó, Benám Lotfi, Pál Gábor, Sándor Attila és Valkó Csaba, kiegészülve Szapos Krisztiánnal és Weber Helgával. A csapat tagjai külön-külön többféle formában már dolgoztak együtt, de a Kompakt Diszkó 2008 óta létezik, 2009-ben jelent meg az első lemezük, és azóta egyre feljebb jutnak. Az utolsó nagyugrás a téli válogató verseny volt, több mint 200 dal közül lett első az övék. A számok közösen születnek, mind a négyen részt vesznek a zeneszerzésben és a szövegírásban is, és most együtt lépnek a legnagyobb európai színpadra is, a Kristálypalota pedig piros-fehér-zöldben világít. Remélem zeneízléstől függetlenül egyetértünk abban, hogy a Kompakt Diszkó méltó módon képviselte az országot, a többi már nem rajtuk áll.